helyszínen fogunk most túrázni, az Egyesült Arab Emírségekben vagyunk. Az eddig csak kecskepásztorok által használt ösvényeket fogjuk most úttörőként bejárni. Az Egyesült Arab Emírségekben a szomszédos Omán példája nyomán meglátták a lehetőséget a bakancsos turizmusban, mert amíg az olaj fogyóeszköz, túrázók mindig lesznek. Ezért a Highlander Nemzetközi Túraszövetséggel egy többnapos vándortúrát raktak össze, amire meghívták a Telexet is. You will be the first to walk these are new trails that are built and to construct the longest hiking trail in UAE. Az emírségiek legnépszerűbb hegyén a Jebel Jaison kezdünk, onnan indulunk, főleg a lefelé haladó, de így is több mint 1000 méternyi emelkedő tartalmazó 30 kilométeres útunkra. A teljesítést útközben az ellenőrző pontokon igazoljuk. For the first Highlander in UAE, we have 165 participants. The majority are from UAE residents. Like every weekend, I'm going on hikes and UAE trails. You know, with the UAE, every trail has its own beauty. This is a new route, probably the longest route here. So I wanted to experience it for myself. I'm from South Africa. Actually, an ultramarathon runner. It is not a race. It is more about connecting with nature, connecting with others on the trail, and connecting with the local culture of the people of the area. But it's been a very good challenge, yeah. Okay. It's actually, all the hikes I've done in the UAE, this has been the extremist but most exciting hike I've done so far. Aha. In the UAE. Az arab sivatag hegyeiben napokig túrázni duplán megterhelő, novemberben is tűz a nap, így még izzasztóbb a 15-16 kilós hátizsákokat vinni a sátrakkal és egyéb felszerelése, csak vízből 4-5 litert kell cipelni. Így, hogy ez már nem tudom hányadik emelkedő, elég kemény azért, nem mondom. Döblesztő? Döblesztő, rohadt meleg van. Iszonyú fárasztó és combgyilkos lejtők. Mert van vagy 30 fok, vagy talán még több. Nem tudom, 30-32 fok lehet. Viszont a otthoni szottyos novemberi esőhöz képest most egyelőre inkább itt vagyok. Lehet, hogy mire beérünk, már nem ezt mondom. Your bib number and I need to stamp you. Yeah. Yeah, okay. You are now at exactly. Checkpoint 1. Yeah. Okay. From here you've got around 10 kilometers left to camp 2. There's a really steep descent from here. It's very exciting. It has a bunch of stairs and some hand railings, which makes it really nice. Érünk be, de mögöttünk még majdnem 100-an bóklásznak a hegyen. Az utolsó túrázók majd éjfél körül érnek be holtfáradtan. Ők már valószínűleg enni sem akarnak. Annyira ki vagyok, hogy még örülni se tudok annak, hogy megérkeztünk szinte. Na, tőlem, teljesen izé. Hello! Hi! Hi! Hi. Are you guys checked in? You already checked in? No. Yeah, no, we would like to check in now. Hector? 205. 205, alright. Thank you. Sokkal nehezebb volt, mint ahogy terveztük. Nekem ez legalább 25-30 kilométernek tűnt. Végre eljutottunk a vacsorához. Mit teszel, Dani? Hát egy hatalmas kondérból kicsaptak a tányéromra egy ilyen remegő valamit, amiről azt állították, hogy először annyit, hogy belsőség, aztán... cső, valami lépcső az, nem? Hát nem lépcső, vagy lépcső, nem? Lehet, hogy a lépe. Nem, ez a máj. Ez kecske. Kecske máj. Én a sötétben megettem valami húst, az jó volt. Én megettem valamit, aztán kiszedtem a számból, de nem tudom, hogy az ugyanaz volt-e. Na jó, van, akkor jó étvágyat továbbra is. Where are you from? From Italy. From Beirut. It's not my first hike, but it's our first backpacking. At some point when we were extremely tired, we started to sing and motivate each other to like find the last remains. And it really helped. At some point I forgot all my pain. Oh,
رأيت الحب انقطاع الردى أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت. Ahogy ereszkedünk egyre lejjebb, úgy nő a meleg. A nap elől nem lehet elbújni, teljes súlyával ránk nehezedik a hőség. Ez olyan, mint 15 kilóval a hátadon féllábas guggolásokat kell végezni, egyiköt a másik után megállás nélkül. Még rohadt sok van hátra ebből a lefele menetből, hogy aztán leírjunk egy sivatagba, ahol a torony iránt kell majd mennünk, még kilométereket. Keselyük már itt kár örvendenek közöttem. Nagyon kevesen vannak még, ahogy elnézem. Szerintem elég hamar ide értek. 204, yeah. Okay. What experience, you're the first one? Yeah, really? Yes, I am the first one. Oh. Nice letter. Na, hello. This is your first name? Yeah. Bár a túra nem volt könnyű, az extrém környezet kihívásait a legtöbben egy jó kalandként fogták fel. Nekünk kis túlzással olyan volt, mintha beugrottunk volna a hideg novemberi budapesti utcáról egy kétnapos, izzasztó kurára egy gigantikus száraz szaunába.